Ezennel elindítom a Lackó Gazda csatorna egyik leghasznosabb rovatát, túl persze a birtok bemutatásán. Méghozzá azt, amikor a városban random helyeken mászkálva azt nézzük meg a gyakorlatban, hogy miért nem működik, aminek működnie kéne, vagy épp ellenkezőleg, miért működik, aminek működnie kéne. Na mindegy. A mai apropót pedig egy Twitter bejegyzésem nyomán kialakuló thread, vagy thread ihlette, ahol ilyen kérdésekre kerestük a választ, amit Kristóf is felvetett. Amúgy kertesházban élőként onnan tudom, hogy ez a világ nem nekünk lett teremtve, hogy a számunkra hasznos növényeket rendszeresen öntözni, metszeni, gondozni kell, különben nem lesz jó a termés, a gyomok pedig két hetente ellepik a kertet. Szóval járjunk ennek utána, hogy valóban így van ez. Az ember lehet, hogy hajlamos tényleg úgy gondolni, mint ahogy ez a mém mutatja, amit tépet varnyú küldött át, hogy odakint a gyomok azok úgy gondolják, hogy itt a beton, ez az igazi környezet számunkra, még a házi növények, amelyeket kinkeservesen próbálunk meg tartani cserében, azok meg azt mondják, hogy úristen, ez csak víz, allergiás vagyok rá. De ahogy ez általában lenni szokott, ez természetesen egy összetett kérdés. Egyrészt nagyon nehéz meghatározni, hogy mi a gyom. Hogyha nagyon poetikus szeretnék lenni, akkor Emerson tudom idézni, aki azt mondta annak idején, hogy gyom az a növény, aminek az erényeit még nem fedeztük fel, és ebben van valami. A lényeg, hogy nincs egy olyan rendszertani kategória, hogy a gyomok. Viszont ha a technológiai oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor gyom az a növény, ami ott nő, ahol nem szeretnénk, hogy nőjön. Végül is lehet, hogy akkor csak a hozzáállásunkon kéne változtatni, és azt mondhatnánk, hogy innentől kezdve ez a százszor szép, ez nem gyom, hanem egy dísznövény. De itt van egy másik, talán még gyakorlatilasabb példa, amit Kristóf vetett fel, hogy az a rohadék kövérporcsin is képes egy 1 cm széles repedésből kinőni, amíg a virágokat a fekete földben nagy nehezen életben próbáljuk tartani. És azért mondom, hogy ez jó gyakorlati példa, mert a kövérporcsin az történetesen kifejezetten finom, és van, ahol zöldségként még termesztik is, úgyhogy ebben az esetben ez tényleg hozzáállás kérdése, és lehet, hogy egyébként sem ártana a reziliencia szempontjából, hogyha bővítenénk azt a repertoárt, amit élelmiszernövényként elfogyasztunk. De erről, vagy legalábbis a fogyasztói szokásokról majd egy későbbi videóban fogunk beszélni, viszont azt is érdemes megnézni, hogyha haszonnövényként kezdünk termeszteni valamit, akkor onnantól kezdve már fel fog tűnni, hogy bizony annak is lehetnek betegségei, kórokozói, kártevői és mindenféle nyűgje baja. Egyszerűen csak erről sokkal kevésbé veszünk tudomást, mert a gyomok azok sokan vannak, a háttérben megbújnak, és mi csak a haszonnövényekre koncentrálunk. És természetesen az sem igaz, hogy nem hozna termést a haszonnövényünk, hogyha nem metszegetnénk, gondozgatnánk, csak nem mindegy, hogy milyen termés fog hozni. A gyomoknál pedig nem figyelünk arra, hogy vajon milyen volt az újas muhar maghozam az idén, mert hogy nagy ívben szarunk rá. De mi is lenne jobb környék ezt az egészet bizonyítani, mint ez a gyom oázis itt a Bosnyák téren. Lehet látni szerintem, hogy ezek a gyomok, ezek a szőrös disznófaréjok nem igazán érzik jól magukat, hiába úgy tekintünk rájuk, hogy a szárazságot ezeknek tuti, hogy bírniuk kéne. Viszont vannak itt olyan növények is, amit a szárazság annyira nem viselt meg, mert hogy jobban bírják, viszont tele vannak rovarkártevőkkel, például levéltetvekkel, meg mindenféle gombás betegséggel. Meg azért azt se felejtsük el, hogy itt a növények a természetben próbálnak küzdeni a különböző feltételekért egymással is, úgyhogy ennek is köszönhető, hogy ez a szerencsétlen így néz ki. Egyébként disznóparét vagy amarantot én is termesztek a birtokon, kisebb mennyiségben egy másik, sokkal jobban kinéző fajt, és hát ott is látom, hogy vannak gondok az aszállyal, még ha nem is akkora, mint néhány haszonnövény esetében. Persze az is igaz, hogy a különböző növényeknek különböző környezeti tényezők felelnek meg igazán, és ha olyan dolgot próbál meg termeszteni az ember, ami nem érzi jól magát egy adott környezetben, az bizony valószínűleg nagyobb eséllyel fog nyűglődni, mint egy olyan növény, ami alkalmazkodott ahhoz a közeghez.
Persze nem azt mondom, hogy a gyomok szemben a haszonnövényekkel kiválóan alkalmazkodtak az éghajlatunkhoz, mert azért vannak olyan haszonnövények is, amelyeket évszázadok óta termesztünk, és nagyon jól érzik magukat. Ráadásul a gyomnövényeknek, a különböző gyomfajoknak is nagyon eltérő a környezeti igénye, és bár nem nagyon veszünk róla tudomást, de azért a különböző években különböző gyomfajok azok, amelyek esetleg kedvező feltételeket találhatnak, mások pedig visszábszorulnak. Szóval ahogy az éghajlatváltozás is halad szépen előre folyamatosan, annak megfelelően a gyom összetétel is változhat, még akkor is, hogyha semmilyen más tényezőt nem befolyásolunk. De van egy másik tényező is, ami a gyomok malmára hajtja a vizet, méghozzá az, hogy a természetes közegükben ők fajon belül az egyedek egymással nagyon jól tudnak rekombinálódni, nagyon jól tudnak szaporodni, géneket kicserélni, emiatt pedig sokkal változékonyabbak lesznek genetikailag, tehát elképzelhető az, hogy az egyik nyomvattabb egyedet agyon fogja vágni a forró napsütés, még egy ellenállóbb az tovább fogja tudni örökíteni a génjeit. Ezzel szemben a haszonnövények közül általában egy-egy fajtát szoktunk termeszteni, ami egy sokkal szűkebb genetikai hátteret biztosít nekik, tehát ha éppen kedvezőtlenek a körülmények, akkor így jártak. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok haszonnövényünk pedig nem erről az éghajlatról származik, úgyhogy nekik megteremteni az ideális feltételeket igazán nagy kihívás tud lenni. És ha azt mondanátok, hogy csak a gyomok nőnek mindenütt és kultúrnövények nem, akkor ezt nézzétek, itt van egy paradicsom. Ez valószínűleg valaki elejtette, erről a magról kelt, vagy pedig madarak hordták szét, hát ezt nem lehet megállapítani. Szóval összefoglalva, minden egyes élőlénynek megvan a saját környezeti igénye, és ez vagy találkozik a valós helyzettel, vagy pedig nem. A másik pedig az, hogy a gyomokat általában leszarjuk, hogy mennyire egészséges terméseket hoznak, még a haszonnövényeinknél nagyon is odafigyelünk erre. Na jó, ma ezt a témát, ha általánosságban is, de kiveséztük, legközelebb egész konkrét termesztési kérdésekre fogok választ adni. Addig is, ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha várjátok a következőt, iratkozzatok fel a csatornára, ha pedig kérdésetek van, laszkogazda@gmail.com. Sziasztok!